nem lehet megtalálni az életet a Bibliában. Ez egy nagyon fontos figyelmeztetés, amit ismételten közé teszek. Különböző formákban erről én már szóltam, és most ismételten szólok erről, hogy felhívjam mindenki figyelmét arra, hogy nem lehet megtalálni az életet a Bibliában. Azért fontos erről beszélni, mert rövid az idő, és vannak nagyon sokan, akik azt hiszik, hogy minél tovább bibliáznak, minél többet bibliáznak, annál közelebb kerülnek Istenhez, az élethez. De ez nem igaz. És akkor most felolvasom, hogy mit mondott Jézus erről, mit mondott a farizeusoknak. Megtaláljátok az ő szavait a János feljegyzéseiben, az 5. részben, a 36. bekezdéstől. De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál, mert azok a dolgok, amelyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Azok a dolgok, amelyeket én cselekszem, azok tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. Ezt mondja az akkori és a mai vallási vezetőknek. Sem a hangját nem hallottátok soha, sem az ábrázatát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Istennek az élő igéje nincsen maradandóan bennetek, mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát Jézus egyértelműen kijelenti, hogy nem az írásban van az élet, nem a Bibliában van az élet. A Biblia nagyon hasznos, de a Biblia bálványozás az maga a halál. Az írástudók, a mai írástudók, az akkori írástudók, a mai farizeusok, az akkori farizeusok azt hitték, hogy minél tovább tudakozzák az írásokat, annál közelebb kerülnek Istenhez, és így az írások bálványozóivá váltak. Sajnos, ugye? És ugyanezt történik ma is nagyon sok emberrel. Ezért beszélek erről. Nagyon rövid az idő. Ügyeljetek, mit csináltok. A Biblia, az Ószövetség, ugye a Tóra, az ószövetségi része a Bibliának, és az Új Szövetség. Legfőképp az Új Szövetség. Legfőképp az evangélium. Nagyon erőteljes eszköz, de csak Isten kezében. Amíg te nem fordultál őszinte szívvel Istenhez, hogyha százszor olvasod ki a Bibliát, akkor sem fogod meglátni Istent és Isten országát. Mert Isten országa nem a Bibliában van, az élet nem a Bibliában van, hanem a feltámadt Jézus Krisztusban. Amikor az ember elkezd Bibliát olvasni avval a reménnyel, hogy ő megismeri az igazságot, és intelligensebb lesz, és közelebb kerül Istenhez, az olyan, mint amikor be akarnál lopózni egy tanfolyamra, valamilyen tanfolyamra, tegyük fel ács tanfolyamra, de úgy, hogy előtte nem beszélsz a tanfolyamot vezető személlyel. Be akarsz lógni ott a hátsó ajtón, az ablakon be akarsz mászni. És néha elkapsz néhány szót ugye az ő tanításából, de nem igazán érted, mert nem kaptál engedélyt, nem kaptál felvételt a tanfolyamra. Ember, aki ezt hallgatod, te kaptál-e felvételt a tanfolyamra? Neked van legitim bejárásod a tanfolyamra? Arra a tanfolyamra, amit az élő Isten, az ég és a föld teremtője tart? Igen vagy nem?
hogyha te nem kaptál bejárást, nem kaptál belépést erre a tanfolyamra, nem kaptál engedélyt, hogyha te nem tetted le az életedet, ha nem kötted meg az új szövetséget, ha nem írtad alá a szerződést erre a tanfolyamra, hiába olvasod a Bibliát, mert a Bibliát csupán annak a szerzője képes kijelenteni. A Bibliának a lényegét, azokat a tanításokat, amiket meg lehet találni a Bibliában, azt csupán az élő Isten tudja kijelenteni személyesen azoknak, akik ténylegesen hozzáfordultak szeliden és alázattal, mint gyermekek. Nagyon sok embernél ez nincs meg. Olvassák a Bibliát, eszegetnek a Bibliából is, a Védákból is, különböző misztikus tanokból, a filozófiából, mindent össze-vissza kevernek, és nem értik az igazságot, de viszont felfúvalkodottak. Miért? Azért, mert azt mondja Isten az ő gyermeke által, hogy az ismeret az agyban felfúvalkodottá tesz a betű ismerete, amely önmagában megöl. Nem csupán megöl, hanem pont azáltal öl meg, hogy felfúvalkodottá tesz, mert elhiteti veled és az emberekkel, tehát akik ugye a betűt bálványozzák, az írást bálványozzák, hogy ők tudnak valamit. Persze, van az agyukban ismeret arról, ami le van írva a Bibliában, de nem a Biblia az Isten. A Biblia bizonságot tesz Jézus Krisztusról. De aki nem fordul hozzá személyesen, az nem fogja megérteni a tartalmat, nem fogja megérteni azt a lelket. Mert azt mondja Jézus Krisztus magáról, hogy mindent nekem adott az én atyám. Senki sem látta Istent, az atyát, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni őt. Nyilván, aki nem fordult hozzá személyesen, az nincs ahogy megértse. Ezt azért is mondom, mert hogyha valakiben nincsen annyi szelídség, alázat a Teremtő Istennel szembe, hogy hozzáforduljon és nála jelentkezzen erre a tanfolyamra, akkor az jobban jár, hogyha nem is olvassa a Bibliát, és nem vesztegeti az időt a Bibliára. Inkább megnéz valami jó amerikai filmet, vagy elmegy bulizni, amíg még van lehetőség, elmegy vakációzni. Kár az időt pocsékolni a Bibliára, mert a Bibliában nem fogod megtalálni az életet. A Bibliában lehetetlen megtalálni az életet. Mindazonáltal, hogy senki ne forgathassa ki a szavaimat, bizonságot teszek arról, hogy akik gyermeki módon, akikben volt ugye alázat, akiknek a térdük még hajlékony volt, és meg is hajolt az élő Isten előtt, azokat az embereket ugye Isten gyermekké tette, elfogadta. Nem azért, mert jók voltak és megérdemelték, hanem azért, mert volt bennük alázat. Megtört az ő szívük, volt bennük szelídség az ég és a föld teremtőjével szemben, és az ő szavával, Jézus Krisztussal szemben. És akik hozzáfordultak, azok számára a mindenható Isten használja a Bibliát, igenis használja a Bibliát, de nem mindegy, hogy a Bibliát te használod, a saját fejed szerint lapozgatsz, ki szedsz belőle ezt-azt, mint ahogy más könyvekből is, más filozófiákból is, vagy pedig a mindenható Isten használja a Bibliát. Nem te használod, hanem ő használja a te tanítatásodra, ugye? És így van élet még a Bibliában is, egészen pontosan a Biblia sorai megelevenednek, mert az a lélek, a mindenható Istennek a lelke, a Krisztus lelke, megeleveníti a sorokat. Aki számára nem eleveníti meg a sorokat, az a Bibliát hiába olvassa. Ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, hogy senki ne áltassa magát azzal, hogy a Bibliában megtalálja az életet. Az élet, ez az keskeny út, amiről Jézus beszélt, az nem egy ilyen Biblia tanfolyam verseny, hogy ki ismeri jobban a Bibliát. Van, aki egyáltalán nem ismeri, és jóval közelebb áll Istenhez, a Krisztushoz, mint én. Én ismerem viszonylag jól, de Isten megmutatta, hogy vannak emberek, akik jóval közelebb állnak hozzá, az ő országához, mint én, aki ismerem a Bibliát. Ők nem ismerik, én ismerem. Ők mégis közelebb vannak. És megmutatta nekem, hogy nehogy felfúvalkodjak az én ismeretem miatt.
Nekem már az ismeretre szükségem volt, szükségem van, főképp amikor ilyen szellemi harcokat vívok, ugye különböző okos emberekkel. Szükségem van erre az ismeretre, de nem ez az ismeret mentett meg engemet, hanem a feltámadás ereje, a feltámadt Jézus Krisztusnak az ereje, és az ő szeretete. Teljes szívemből kívánom, hogyha még nem találkoztál ezzel, vele egészen pontosan, akkor találkozz, mert utána már a Bibliának is van értelme, de annélkül a Bibliának az ég adta világon semmi értelme nincsen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.